Rengeteg káposzta, karfiol, kitűnő idő és hatalmas érdeklődés kísérte a Syngenta káposztafélék nyílt napja elnevezésű rendezvényét, ahol a cég több újdonságot is bemutatott a termelőknek. Az Ócsán megtartott októberi szakmai programon több előadó is mikrofon elé állt, többek között Pócs János, helyi országgyűlési képviselő is. Vetőmagot, növényvédőszert bárki tud ma már eladni, talán azon is lehet vitatkozni, vagy nem vitatkozni, hogy mikor melyik termék a jobb. A hozzáadott érték a sokkal fontosabb. Az az érték, hogyha a termelő bajban van, ha szaktanácsra van szüksége, akkor van nekihez fordulni. És ezt én a magam részéről a Syngentánál és az itt lévő szakembereknél mindig kiválóan tapasztaltam. A rendezvényen új fajtákkal és új készítményekkel is megismerkedhettek a termelők, és ezeket természetesen a gyakorlatban is szemügyre vehették. A Syngenta a káposztafélék fajta sorában, fajta választékában mindig is nagyon jelentős szerepet foglalt el, mindig is domináns helyzetünk volt, mindig meghatározó volt a részesedésünk a piacon, és évek kezdőt eltárasztuk, hogy nem csak kipróbáljuk a fajtákat itt a kísérleti állomáson, hanem helybe fogunk nemesíteni. Több nemesítő is dolgozik a kísérleti állomáson, és egyre inkább olyan fajtákkal jelenünk meg, amik már Magyarországon nemesítettek a helyi klimatikus viszonyokra, a helyi termési körülményekre. Egy karfiolt szeretnénk ma kiemelni, amit jövő évtől forgalomba hozunk, a neve Rubikon. Rubikon a neve, itt nemesítettük Ócsán. A névadása érdekes volt, mert a holland kollégák azt mondták, hogy ez magyar fajta, akkor adjak neki én nevet. Ezt a Rubikon nevet, ezt én találtam ki, duplán érdekes ez a név. Egyrészt Rubikon, az a folyó ugye Olaszországon, hogy Cézár átlépett annak idén, és azt mondta, hogy alajakta ezt, a kocka el van vetve, tehát egy első lépést tett meg Cézár a császárság irányába, mi pedig egy első lépést tettünk meg, egy első fajta a magyarországi nemesítésből. Másrészt Rubikernő is, ugye, mint az egyik legismertebb magyar név. A fajta természetesen nem csak Magyarországon ezt forgalmazva, ezért azt akartam, hogy olyan név legyen, ami Magyarországra is utal részben. Tehát ezt a Rubikon nevezetű karfiolt, ezt nagyon szeretném kiemelni, és figyelmébe ajánlom mindenkinek. Ha a növényvédőszer választékunkat nézzünk, és egy szert akarok kiemelni, a Zaktara nevezetű szerünk, rovarölőszer, ami széles körben elterjedt és ismert a káposztatermelők körében, a jövőben egy új formulációval folyékony változatba fog megjelenni a piacon, ami könnyíti a felhasználást, és hatékonyabb is lesz a felhasználása. A káposztafélék nyílt napján lehetőség volt a szakmai tapasztalatok megvitatására is, de a már régóta használt szerek és vetőmagok teljesítményéről is szó esett. Érkeztek káposztatermelők az ország minden tájáról, például Győrmoson Sopron megyéből, de természetesen a környékről is. 20 hektáron felül van a kertészet, ebből majdnem fele káposztafélék, elsősorban vörös káposzta, fejes káposzta és karalábé. Földolgozóknak, savanyítóknak és hűtőháznak termelek. A vezető fajtájuk elsősorban a savanyítós piacon az agresszor, és egy jól termeszthető fajta. Káposztafélék keresettek a piacon, jók az árak, ezért természetesen mi a Syngenta is reményekkel tekintünk a jövő évelében, reméljük, hogy újra a termés növekedni fog, nyilván mi is több vetőmagot szeretnénk adni, több növényvédőszert szeretnénk eladni, de hát mindenkinek az a jó, hogyha a piac működik, virulens, és hát reméljük, hogy egy ilyen virulens év elé tekintünk a következő évben.